Több mint 20 különleges szakmát bemutató karrierkavalkádot szervezett a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, illetve a Connect Egyesület advent első szombatján a központ fürdősori épületében, ahol előadások, szakmai beszélgetések segítették a fiatalokat, hogy megtalálhassák jövendőbeli állásukat. Cserpalkovics András elmondta, a karrierkavalkád hiánypótló rendezvény, hiszen egy-egy szakma vagy irány évtizedeken keresztül elkíséri az életünket, így fontos, hogy segítséget nyújtsanak a pályaválasztásban a fiataloknak. Az egyik legfontosabb feladatunk felnőttként a fiatalok fele, hogy mutassuk nekik azokat a lehetőségeket, amik a pályaorientációban hozzásegítik a saját szakmájuk, hivatásuk megtalálásához, hiszen szerintem mi, akik már régóta dolgozunk a munkavilágának különböző részein, tudjuk, hogy micsoda különbség van, hogyha olyan munkát végzünk, amit szeretünk csinálni, és akközött, hogyha esetleg olyat kell csinálni, amit nem szeretünk, segítsük őket ahhoz, hogy megtalálják azt, ami nekik tetszik, ami nekik egy élethivatás lehet. A rendezvényre elsősorban a 11 és 12. évfolyamos diákokat várták, akik a bőrzén szabadon beszélgethettek a számukra érdekes szakmát képviselő felnőttekkel, és inspirálódhattak a pályaorientációhoz kapcsolódó előadások által. Fontos a diákok számára, hogy milyen irányba indítsák el az életüket. Pályaorientációs tréningek, ilyen napok vannak. Itt viszont a kezdő előadások után, amikor központi témákról kicsit általánosabban beszélünk a fiataloknak, utána a házban elhelyezett asztaloknál több 10 szakma képviselő ülnek egész délután, akikhez oda lehet ülni, és teljesen kötetlenül lehet beszélgetni az ő szakmájáról, az ő karrierjéről, miért érdemes ezt a szakmát választani, esetleg mik a hátrányai, milyen hátulütői vannak, hogyha valaki belevágna ebbe. A karrierkavalkádon nem csak a különböző szakmák között böngészhettek a diákok, hanem regisztrálhattak a Connect Önismereti Akadémia 4+1 alkalmas pályorientációs önismereti képzésére is, ahol felfedezhetik saját erősségeiket, meghatározhatják jövőképüket. Az a célunk, hogy egy nap alatt minél több, hát főleg középiskolás fiatalnak segítsünk abban, hogy megtalálja azt, hogy milyen úton szeretne tovább menni, és mi abban hiszünk, hogy ez úgy valósítható meg, hogy minél több szakmabelivel beszélgetnek, olyan utakról tudnak meg információkat, amiben érdeklődnek, illetve hogy inspiráló előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket hallhatnak. A program során Cserpalkovics András polgármester és Damnicki Balázs cukrászmester, majd Azurák Csaba tévés műsorvezető, Orsovai Renáta énekesnő és Tőkés Dániel kerekasztal beszélgetésén vettek részt a diákok. A rendezvényen több mint 20 különböző szakmát ismerhettek meg a fiatalok.